Óvatosan az utakon, egyre több a vadbaleset, nem kedvez az időjárás a zöldségeknek, országos versenyen is részt vett a karcagi diák, képviselői tájékoztatás. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 25-én 18 óra 5 perckor. A vadbalesetekről és azok megelőzéséről beszélgettünk a karcagi rendőrkapitányságon Tóth Éva őrnaggyal és dr. Zsembeli Józseffel, a Nagykunvadász Társaság elnök helyettesével. Az úttesten átszaladó vadakkal, őzekkel, nyulakkal, esetleg rókákkal való ütközés balesetnek számít. Mindenképpen be kell jelenteni a rendőrségnek. Mi is észrevettük, tapasztaltuk, hogy ebben az időszakban megnövekedik a vadelőzéses balesetek száma. Megyén átutazva ebben az időszakban gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy az úttesten megfordulnak őzek, nyulak, így átszaladnak hirtelen az úton a közlekedők előtt. Az utak mentén jelzőtáblák jelzik azokat a helyeket, ahol számítanunk el vadon élő állatok megjelenésére. Sajnos vannak olyan esetek, amikor az ütközés már ugye nem elkerülhető, bármennyire odafigyeléssel is vezetünk. Legtöbb esetben komoly károkat okozó anyikáros balesetek következnek be, de sajnos vannak olyan esetek is, amikor személyisérüléssel történik a baleset. Ütközés esetén biztonságos helyre kell leállni az autóval, az elakadás jelzőt bekapcsolni és háromszöget kihelyezni az útra. A közlekedés biztonság szempontot figyelembe véve lehetőség szerint a felőző vonal mellett közlekedjünk, így hamarabb észrevesszük a úttest színén átszaladó őzet, és akkor reagálni tudunk a baleset elkerüléséhez. Vadriasztó felszerelését javasoljuk még a közlekedőknek, illetve mindenki figyeljék az út mellett elhelyezett közúti jelzőtáblákat, hiszen ezek erre a veszélyre figyelmeztetnek minket, illetve hogyha látjuk az út mellett a szántásba, vetésbe legelésző őzeket, akkor számítunk arra, hogy az úttesten is meg fognak jelenni. Régi keletű komoly probléma a vadbalesetek ügye a társaságunknál is. Ezt már dr. Zsembeli József mondta. Minden évben szembesülünk azzal, hogy ezek a veszélyes üzemek találkoznak, gondolok itt ugye a gépjárművekre, illetve a vadállományra. Elsősorban ez a mi területünkön, az őzet érinti. Először is azt elmondanám, hogy mi is az oka annak, hogy ebben az időszakban különösen nagy számban előfordulnak ezek az esetek. Tudni kell az őzről, hogy egy olyan vadfaj, amelyik a területét védi, területet foglal el, úgynevezett territoriális viselkedése van. Ez különösen ugye bakokra vonatkozik, amelyek megpróbálnak ugye minél több sutát a területeken tartani. Most a bakok, miután március-április tájékán elfoglalták a területüket, azt védik. Különösen a fiatal bakokkal szemben, az ilyen 1-2 éves bakokat még el is tűrik egyébként a maguk környezetében, viszont azokat, akik már ugye vetétásként jelentkeznek majd a szaporodás folyamatában, azokat elzavarják a területről. El lehet képzelni, hogy hogyha ez a terület egy forgalmasabb főútvonal közelébe esik, mint jelen esetükben ugye elsősorban a Madarasi útra, illetve a 4-es számú főútvonalra gondolok, akkor az az őzbak, amelyek az a fiatal bak, amelyeket zavarnak, zargatnak, az nem lesz tekintettel a közlekedésre. Hozzá kell még azt is tenni, vagy tudni érdemes azt is, hogy ezekre az ütközésekre általában a kora reggeli hajnali órákban, illetve szürkület kör este kerül sor, ugyanis az őznek az életmódja ilyen, hogy akkor aktív, napközben általában azért pihen, elfekszik, kérődzik, de többször azért feláll enni, éjszaka folyamán is táplálkozik, de a mozgalmas, az aktív időszakának a periódusa az a késő esti órákra, illetve akkor a reggeli órákra tevődik, amikor ugye a látási viszonyok sem ideálisak, és ez is bizonyos, hogy közre játszik ezekben az ütközésekben. Május környékén és július végén, augusztusban fokozottan figyeljünk a vad veszélyjelzőtáblákra. Valaki észleli, hogy a vad ugye a közelében tartózkodik, az út mellett messzebbről meglátja, megcsillan a szeme, a reflektor fényében például, akkor nyilván lassít, megpróbálja elkerülni. Az esetek többségében pont arról van szó, hogy váratlanul
ugrik az őz elé. Tehát az őzek nem úgy viselkednek, hogy most tudják, hogy ez egy veszélyes útvonal, és óvatosan megközelítik, nem akarok humorizálni, de szétnéznek, és a gyalogos átkelő helyen átkelnek az úton, hanem éppen azért, mert zavarva vannak, zavarodottak, hirtelen ötlettől vezérelve menekülnek. És ilyenkor sokszor, hogyha ugye az útvonal mellett még egy árok is van, akkor onnan kiugorva nagyon későn lehet észlelni ezeket az állatokat. Ilyenkor már nincs akkora reakcióidő, hogy ez sokszor ugye elkerülhető legyen. Tehát előfordul. Tehát én mégis úgy gondolom, hogy ebben az időszakban, tehát itt a április-május környékén, amikor a területfoglalás zajlik, amit említettem, és az előbb fokozottan figyeljünk az ilyen útszakaszokon, vegyük komolyan a vadveszélyt jelző táblát, mert azok nem véletlenül kerültek oda éhezésre. Itt meg kell jegyeznem azt is, hogy ugye a vadásztársaságok, így a Karcagi Nagykun Vadásztársaság is különös tekintettel van arra, hogy melyek azok az veszélyes útszakaszok, és már mi évek óta kihelyezzük, vagy kihelyeztetjük azokat a vadveszélyt jelző táblákat, ahol tudjuk, szakmai szempontból is indokoltnak látjuk, hogy erre a veszélyre felhívjuk az autósoknak a figyelmét. És befejezve az előző gondolatmenetet, a másik ilyen időszak, az pedig ugye a július vége, augusztus közepéig tartó vizekedési időszak, amikor szintén elég elvakult az őz, és esetlegesen megy, keresi a párját, a bakok versengenek, ilyenkor is fokozottan figyelni kell. Ha megtörténik a baleset, a rendőrök értesítik a vadásztársaságot, és fővadász intézkedik, mert a vad az állam tulajdona, azt nem lehet elvinni a területről. A rendőrség, a rendőrök hivatalból értesítik a területileg illetékes vadásztársaságot, és akkor a hivatásos vadászok, a fővadász intézkedik. Mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy a vad az az állam tulajdona. A vadászatra jogosult, jelen esetben ugye a vadásztársaság ugye csak felügyeli, gazdálkodik ezzel a vaddal, de nem lehet elvinni a vadat a területről, azt mindenképpen be kell mutatni. Hogyha esetleg úgy alakul, hogy a vad elugrik, csak megsérül, nem maradott helyben, akkor érdemes esetleg ott a helyszínen fotót készíteni, megjegyezni azt, hogy hol tűnt el, mert sajnos azt kell mondjam, hogy az őz is egy elég puha vad, idézőjelesen, és ezeket az ütközéseket a legritkább esetben éli túl. Sokszor, hogyha nem találják meg őket, akkor nagy kínok között szenvedve pusztulnak el a belső sérülésektől, a belső sérülések miatt ezek az állatok. Úgyhogy ez senkinek sem szerencséze történet, veszélyes üzemek találkoznak. Ha a vad elugrik, csak megsérül. Érdemes a helyszínen fotót készíteni, megjegyezni, hol tűnt el, hogy a vadászok megtalálják, kéri a szakember, aki azt is elmondta, ma már a vadásztársaságok nem kötelesek megtéríteni, a vad baleset okozta kárt az autósnak. Kiszámíthatatlan április, késő zöldségszezon, mindez azt eredményezi, hogy egyre drágább a zöldség és a gyümölcs. Nincs nagy forgalom ezen a karcagi piacon, pedig áru van bőséggel. Hát elég nagy ára van most a zöldségnek. A krumpli kilója 400 forint, az apróbb szeműt már 350-ért meg lehet vásárolni. A petrezselyem ára viszont alig egy hónap alatt megduplázódott. Áprilisban 600 forintba került, most 1100-ba. A répa az 350, csomója. Ugyanis elmondanám, hogy viszik a zöldséget, mert az asszonyok azok szeretik a húslevest, szóval főleg így hétvégén, mert mindegy, hogy most mennyire adja az ember, szükség van rá, viszik. Azt vártuk volna, hogy jön a tavasz, hogy jön a jó, és esetleg lejjebb mennek az árak, és ezzel szemben jóval felfele. Az idei április volt az utóbbi 100 évben a leghidegebb. Emiatt gyakorlatilag megállt a növények fejlődése. Valami emelkedés vélhetően lesz, illetve csúsznak a termések. Nagyon hideg áprilisunk volt, a tél az szinte alig volt, igazi telünk már nem volt, és az április ez nagyon hideg volt. Sokkal többet kellett fűteni a palántákra, meg hát a letermesztő kollégák is sokkal többet fűtöttek szerintem. És a május is nagyon rapszódikus, tehát 2 nap jó idő, utána szinte télies idő. Itt ezen a vidéken, Kenderesen itt nem volt olyan sok eső,
Tehát valószínű, hogy emelkedni fog az ár. Kérdés, hogy mennyire tudjuk termelők és kereskedők érvényesíteni a megnövekedett költségeket, hogy a vásárlói pénztárca mennyit fog elbírni. Volt egy vetőmag áremelkedés, ez már tavaly is, idén is. Hát egy 20-30%-hoz szerintem mindenképpen kellene. Kérdés, megismétlem önmagamat, hogy a vevők mennyire fogják ezt tolerálni a fizetéskor. Itt, ami mögöttem van, uborka és paradicsom, itt már nem fűtünk, ez a sátor, ez egy hidegfóliás, viszont áprilisban, amikor már ki voltak ültetve, akkor éjjelente füstölnünk kellett, tehát föl kellett kelni, takarni fátyófóliával, meg hát imádkozni, hogy tényleg ne legyen fagy reggelt. Ez a mínusz 3-4 fok, és ez a fóliának ez egy határesete, hogy elbírja, vagy nem bírja el azt a... Tehát kibírja a növény a fagyot, vagy nem bírja. Egy két hét mindenképpen, főleg Szabadföldön egyértelmű lemaradás. Ezt észre is vesszük a palántpiacon, palántákat is árulunk, és a tavalyihoz képest 50%-os a kereslet visszaesés. Ez annak tudható be, hogy az időjárás viszontagsága miatt az emberek még nem akarnak palántokra költeni, várják, hogy tényleg megjön az a késő tavaszi, koranyári idő, amikor már ideális lesz a palántákat elültetni. A kiszámíthatatlan időjárás miatt 2-3 héttel később érnek be a zöldségek, gyümölcsök. Így egy-egy fajta szezonja is később kezdődik. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola hetedikesének a matematika az egyik kedvence, s most egy országos versenyen is szépen szerepelt. A köri matematika országos verseny területi döntőjét az iskolában írta Milán. Az országos forduló már online formában történt, így ott nagyon izgult. Maga a területi döntő az úgy volt, iskolába írtuk, viszont a maga már az országot, az már online formában történt meg. És te milyen versenyző vagy? Izgulsz nagyon, vagy olyankor kikapcsolod magad? Hát általában izgulós vagyok. És az online verseny az mennyiben volt nehéz, hiszen azért ott a technika is közbeszólhatott? Hát annyi volt nehezebb, hogy az idő előtt még be is kellett küldeni. Tehát nem úgy van, hogy mondjuk hozzákezdesz a papíralapon megkapott feladathoz, és akkor kihagyod, majd visszatérsz, ott úgy tudom, hogy nem lehet már visszatérni, hogyha tovább léptél. Úgy volt, hogy feladatoknál vissza lehetett lépni, tehát egyik feladat megoldottad, tovább léptél a másodikra, de utána meg első feladatot ellenőrizni. És akkor mi volt a taktikád, mit beszéltetek meg a felkészítőddel? Hát elsőnek, amit tudtam, ezt kitöltöttem, és utána visszatértem, amit nem jutott eszembe. Mi volt a legnehezebb feladat? Volt egy olyan, hogy egy ilyen százalékos, százalékszámításos feladat, ahol két kosárlabdás fiú versenyzett, és ott kellett kiszámolni, hogyha egyik fiú hamarabb megy el, akkor ki, vagy összesen hány pontot dobnak be. A tanulás mellett régebben focizott, most tájboxol, de sakkozott is versenyszinten az MB2-ben. Régebben 6 évig fociztam, most tájboxolok, mert még régebben sakkoztam is versenyszinten MB2-ben. És mit jelent számodra a sport? Hát kikapcsolódást, meg picit megnyugtat. Tehát gondolom, egy ilyen matek versenyre való felkészülés után azért jó egy kis mozgás. Igen, igen. Melyek a kedvenc tárgyaid még? Hát szeretem a fizikát, szeretem a történelmet. Történelmből mi a kedvenced? Hát a második világháború, az a témakör jön majd most. És már előtte olvastál erről, vagy nagyon várod már, hogy erről tanuljatok? Hát néha-néha olvastam belőle, de én nem sokat tudok róla, ezért várom. És egyébként visszatérve még a versenyre, úgy tudom, hogy az első 10-ben benne voltál. Igen, szerencsére sikerült bejutnom. Korábban is versenyeztél már ilyen országos versenyen? Igen, már tavaly is volt szerencsém bejutni, ugyanígy erre a köri matek versenyre. 8. után matek fizikával szeretne tovább tanulni. Most úgy érzi, évvégén a bizonyítványában pár 4-es lesz az 5-ösök mellett. A főleny bizonyítványomban talán 3-4-es lett. Biológia, földrajz, meg kémia talán. És a
biológiát azt nem hiszem, hogy ki tudom levíteni év végére, viszont a többit arra van esély. F. Kovács Sándor térségünk és városunk országgyűlési képviselőjét kérdeztük az elmúlt hét parlamenti ülésszakáról. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőről arról beszélgettünk, hogy a költségvetési vita zajlik a parlamentben. A nagykunságiak érdekét képviselve ön is hozzászólt ehhez a vitához, és érdekes mondatot fogalmazott meg. Beszéljünk először erről a mondatról. Igen, azt mondtam, hogy látszik az, hogy jók ezekben a költségvetés, hiszen Varga Mihály pénzügyminiszter úr már évek óta egy stabil, kiszámítható, előremutató költségvetést tervez a kollégáival. És én azt mondtam, hogy az irány jó. A tempó is jó, de lehet akár ezen a tempón gyorsítani is, hiszen itt vidéken mi még bírjuk a sebességet, tehát tőlünk lehet gyorsítani a fejlesztéseket, és igazából a felszólalásomban azt emeltem ki, hogy vannak olyan térségek, akinek a felzárkóztatására több energiát kell fektetni, hiszen az Alföld, Jászlóskun-Szolnok megye és a mi térségünk is olyan, hogy sok lemaradás van, évtizedes, évszázados lemaradás, amit pótolni kell. Folyamatosan hozzuk be ezeket a lemaradásokat infrastruktúrába, munkahelybe, de én azt gondolom, hogy ha a jövő évi költségvetés még ehhez a tempóhoz hozzátesz, akkor igazából elégedettek lehetünk. A Magyar Falu programban több 100 millió forint jött a kis településekre, a területi operatív program és egyéb programokba. Én azt gondolom, hogy soha nem látott fejlesztési pénzek és fejlesztési források jöttek a térségbe, és ami legnagyobb lendületet ad, én azt gondolom ennek a térségnek, hogy jövő év elején elkészül a szolnoki elkerülő szakasz, tehát Törökszent Miklós nyugattól már 4 sávos autóúton közlekedhetünk Budapest felé, és ha ez a szakasz elkészül jövő év elején, az alapkövet letesszük, és akkor jön tovább Törökszent Miklós, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás és Karcagra, és bízom benne, hogy minél hamarabb ide fog érni a 4-es autóút, és ez nagy lendületet fog adni itt a térségnek, a közlekedésnek, a munkahelyeknek, az iparnak és a gazdaságnak is. És azt gondolom, hogy arról is fontos lenne szólni a turizmus területén, hogy a Tiszató és a körülötte lévő kerékpárút is most nagyon kiemelt figyelmet kapott, és nagyon sokan szavaztak arra, hogy az ország egyik legszebb kerékpárútja legyen. Igen, az emberek felfedezték, hogy nem csak külföld, a külföldi tengerpartok, hanem nem csak a Balaton, hanem itt a mi térségünk, itt az Alföld, a Tisza, a Tiszató, akár még Berekfürdő is egy kiemelt turisztikai látványosság, és aki ide jön, az szíves vendéglátásban részesül, és nagyon jól érzi magát. Több 100 000 ember jött a térségünkbe a tavalyi nyáron, és idén nyáron is ez várható. Reméljük így lesz, Karcagon pedig mindenki láthatja azokat az elindult fejlesztéseket, amelyek szintén részben állami támogatásból valósulnak meg. Így van, Karcag szépen, dinamikusan fejlődik, nem tört meg a lendület, és én azt gondolom, hogy itt is polgármester úr és a karcagi képviselőtestület egy nagyobb fokozatba kapcsol. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!